vizesedő falaknál arra is kell figyelni, hogy nem csak a felületen nem alkalmazhatunk gipszes glettet, hanem a fal belsejében sem. Mire gondolok? Rengeteg vezetékelés húzódhat egy falban, elektromos vezetékek vagy egyéb, és ezeket gipszbogácsokkal, gipszhabarcsokkal szokták a falba ragasztani, a fal vésedbe beleragasztani. Most ezek a gipszbogácsok, ezek a gipsz felületek, anyagok, ezek a nedvességre érzékenyek, károsodnak. Ha ilyeneket csinálunk, akkor bizony az a vezetékelés vagy az a gipszes anyag megmozdul, meglátszik és tönkre megy. Tehát vizes falban nem alkalmazhatunk gipszes anyagot sehol.